Hello? Miért nem veszed föl soha? Sok a dolgom. Nekem is, mert épp a gyászleveled írom. A bizottság azt a döntést hozta. Ha két nap alatt nincs kezemben a törzsi felhatalmazás, azt a billió dollárt, amit végre sikerült kijárnom, átutalják a közlekedés ügyhöz, hogy felépítsék az istenverte autóútjaikat, felfogtat. Már közel járok a megegyezéshez a törzsi tanács fejével. Intézd el őket valahogy. Érted? Nem érdekel, hogy. Rendben. A szenátor volt? Ki más? Köpni rá. Majd idővel. Többféle megszentelt kör létezik. A föld az egyik kör, amint Isten alkotta, a másik a hold, amely éjjel vigyáz minket. És a táncaink... Körben járjuk. Amint dédapáink, dédanyáink tették. Ez köt hozzájuk minket. És a születendő gyerekeinket. Figyelmesen hallgatod a nagyit is, igaz? Rája, amint az életed körét járod, a rossz sokszor próbálja megtörni azt, hogy beszennyezze üde szépségét, tisztaságát. Éppen ezért kapta nemzetségünk a varjász héja jelét, hogy tudatában legyünk az erőnek és hatalomnak, amely megadatott, hogy legyőzzük mindezt a rosszat. Amint a héja erősebb a varjúnál, úgy a benned élő jó erősebb minden rossznál, ami utadba tér. Uraim, kezdhetjük? Elhintettem, hogy hiúz garázdálkodik a város szélén. Senki nem jön ide. Nem lehetne mégis másképp? Kifizették már? Tessék az egész. Bármilyen óvatosak is. Mindig akad valaki, aki szimatolgat. Vállalom a rizikót. Körtnek igaza van, valakire rá kell majd kennie. Miért ne... Na ide figyeljen, Majré doboz. Nem érdekel, mit mond, én nem hagyom a részem. Két rohadt évig dolgoztunk a terven. Röhely lenne, ha két beszari alak miatt az ablakban hagynám a ruppót. Rice, ha nem bírja a gyomra, másik mérnökkel is építethetünk. Érti? Igen, értem. Megőrizzük a méltóságunkat. Bármilyen szenvedés vagy fájdalom közepette is. Megetetted Dakotát? Aha. Mi a fene? Hé! Hey! Na, hozd elő a szukát. Ne! Ha, mit csinál? Eresztenek! Vegye le róla a kezét! Hagyd! Te! Te hagyd szemét! Keményre! Keményre vegyük a figurát! Hagyja békén! Miért nem fogadtad el az ajánlatunkat? Eresszel! Az ajánlat a szentségtörés! Meggyilkolja a földünk! Ne! 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 Hagyja! Ne! Hagyja! Ne! Hagyja! Ne! Apa! Apa! Ne! Nem! Nem! Talpra vele! Talpra! Fogd el! Istenem! Mami! Mami!
Szólj neki, hogy jöjjön ide. Mr. Thorne, ön szerint tehát a tragédiát valamiféle balvégzetű rituálé okozta? Ez igen valószínű. Különös szimbólumok hevertek szerteszét a földön. Az egész hely nyomasztó érzést keltett. Bizarr emberek voltak, az biztos. Primitívek. Mr. Ritter, a tanúvallomásában az áll, hogy a lányt egy sarokba húzódva találta. Igen. Szinte megrémisztett. Magán kívül volt. Próbáltuk megnyugtatni, aztán szétnéztünk, és iszonyatva láttuk, hogy mit tett. Rachel McLeish, ősi Ildikó. A sólyom dühe. Mr. Rice, ön azt vallotta, hogy a lány zavaros lelkületűnek tűnt azelőtt is. Igen, kissé különc volt mindig. Csak néhányszor találkoztam a családdal, amikor a rezervátum beépítéséről tárgyaltunk. Áradt belőlük a túlfűtött vidámság. Izgatottan várták az építkezést. Nem is furcsáltam. Rászorultak a bevételre. A kislány? Nos, ő legtöbbször duzzogva hallgatott. A tanúvallomások és az elénk tárt bizonyítékok alapján Raya Shadow Feathert előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésért életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélem, melyet a kolorádói női fegyházban fog letölteni. 12 évvel később. Ez a bizottság túl látszívű volt. Mágját érdemelnél. De nem. A gyógyintézetből a börtönbe küldenek. Jutalom az ilyen hidegvérű kurvának. De buli lesz majd azzal a sok leszbikával összezárva, tuti 50 évig. A francba! További magyar hangok. Szabó Sipos Barnabás, Kőszegi Ákos, Sörös Sándor, Láng József, Maros Gábor, Szabó Éva, Tóth Judit, Széjes Imre, Uri István, Erkárpáti Péter, Zakariás Éva, Szőnyi Júli, Izsó Filmos, Schmidt Zoltán, Damu Roland, Koncz István, Volmut István, Holnándor, Kardos Gábor, Juhász György. Fényképezte George Muradine. Zene Johnny Harris. A forgatókönyvet írta Kevin Elders.
Magyar szöveg Csordnai Katalin, Vágó Kozma Mari, hangmérnök Bán Péter, gyártásvezető Mázsár Gyula, szinkronrendező Aprics László. A filmet rendezte Albert Pyun. Dancing on the ashes of sacred land, selling humiliation to survive. And I the only one, and I the only one who can see the devastation, death without dignity. Can this be our destiny? Victims of a land of the free. Am I the only one? Am I the only one who can see the exploitation, death without dignity? Egy South Channel-i indián meghalt autóbalesetben. Dakota, úgy látom, hiányolod az ütlegeimet. Hagyd abba, ha jót akarsz magadnak. Te nyomorult pára, csak a vérgemet nyelem, mióta megvetelek attól az átkozott india... Ezzel a csővel most Móresre tanítalak. Szóval... Még nem volt elég! Dakota. Hazajöttem. Az északi kapunál. Ki az ügyeletes? Wilson és Jackson, uram. Mire vársz? Riadoztasd őket.
Wilson csak annyit látott, hogy egy hosszú hajú fickó. Szólj neki, hogy jöjjön ide. Ha ez Thorne fülébe jut, nekünk annyi. Küldtem pénzt! Mama, el kell oda menned! Így nem szoksz le soha! Ne igyál, oké? Okay? Szeretlek, szia! Szólok neki, egy pillanat! Rájössz az egyes vonalon! Valami érdekes? Bocs, a másikon beszéltem! Mikor érkezel? Hát most nem, akadt egy kis gond az ipartelepen. Majd máskor búvárkodunk. Bánhatod, haver, elsőrangú pipik lesznek Tangabugyiban. Hatalmas banzáj, tivornya a vizen. Comprende, amigo? Olvastad az újságot? Ja, a Shadow Fenner lányt, akiből szénné sült csirke lett, egészen lesújtott a hír. Igen, engem is. Holnap hívlak. Rendben van, szavasz. Csak tudnám, mit tesznek rajtad. Egy észvesztő bőr búvárleckét akar venni. Kizárólag tőled. Ne hibáztasd! Vaj egy gyűrűje? Mikor gátolt az téged? Egyszer, mikor a lába között volt. Tartsd a frontot! 50 kilós, 3 órán át küzdött, sose menekül, ami a horgomra akad. Gordon Fowler. Paul azt mondja, hogy búvárleckéket akar venni. Így igaz. A felszín alatt szeretné, vagy talán lemerülne mélyre? A víz alatti romokig? Merüljünk jó mélyre. Én is mélyen szeretem. Akkor szólok Paulnak, hogy hozza a búvárruhát, én meg... hozom a többi cuccot, és aztán odakint várom. Megfelel így? Tökéletes. Eszem a kis husikádat. Meg. Segítsek. Ó, tetoválás. Megőrülök értük. Ezek itt indián jelek, vagy mégsem? Úgy rémlik, mintha láttam volna már valahol. Az anyám melle fölött. Hogyan? Mikor kést mártottak belé.
Ó, igen. Te vagy az indián asszony lánya. Azt hittem meghaltál. Hamar ideért. Köszönöm, hogy szólt. Mit talált? Nézze meg ezt. Rémületbe dermedt. Megrettent, közvetlenül a halála előtt. Lejött a fejbőr. A cakkos nyomokat a fejem bizonyára éretlen kés okozta, nem a csónak propellerje. És a sérülések a lábon hasonlóképpen cakkosak, egy azon késtől valók. Ha meglenne a kés, nyomozást indíthatnánk gyilkossági ügyben. Majd akkor beszélünk gyilkossági ügyről, ha én azt mondom, van rá bizonyíték. Mi az ördögöt akar? Bármi történik nálunk, maga nyomban itt terem szimatolni. Zavarja, ha egy kicsit körülnézek? Túllépi a hatáskörét. És téved, ha azt hiszi, hogy eltűröm ezt. Pedig el kell tűrnie. Az indián ügyi hivatal megbízott az indián ügyek vizsgálatával. Igen. Meghalt egy férfi, de a tengerben, és nem a rezervátumban. A gyanúsítottunk egy lány, akinek kissé, markánsak a vonásai. Lehetne akár spanyol vagy egy marslakó. Semmit sem tudok, míg rá nem akadok. Egyet viszont tudok. Nincs joga itt szimatolni. A férfit megskalpolták. Ön mániás. Az indiánok úgy hiszik, a skalpolással a rossz szellem kiszabadul a testből, többé nem tér vissza a földre. Tényleg? És a maga fajta félvér mit hisz? Azt hiszem, hogy ön jól festene egy tehéntej reklámban. Holnapra megszerzem a tiltó végzést. Nem fog itt lábatlankodni. Addig a végére járok. Ma reggel a Gyui öbölnél tragikus hajóbalesetben meghalt Gordon Fowler, tengerbiológus és búvároktató. Kérünk minden nyaraló vendéget, hogy a biztonsági intézkedések betartásával üljenek csónakba. Sajnálatos tény, hogy a gyakorlott hajós is áldozatul esett figyelmetlenségének. Ő az a fajta lány, aki nem sokat beszél. Az milyen fajta? Olyan vérbeli amazon. Testét, mintha kőszobrász faragta volna. Ön verseket is ír? Dehogy. Olyan költői a stílusa. Tényleg? Szóval Fowler alig időzött itt. Van másik üzlete is? Gordinak? Dehogy. Egy szalmaszálat se kellett keresztbe tennie. Mi támogatta? Alapítvány? A puci olajkútja, vagy? Á, részvény, tornvállalat csoport, már évek óta főrészvényes benne. Amióta beindult az ipartelep a rezervátum területén. Kösz a segítséget. Hé, főnök! A szerkezeti nyomás szintje meghaladta a kritikus értéket. Mit akarsz, Garfield? Bontsam le a hidat! Kőszezon van, majd megoldjuk ősszel! Mi van, ha nem tart? Tudja, mint a másik, amelyik berezged augusztusban. Mi van, ha... Mi van, ha azt mondom, hogy le kéne cserélni egy munkást? Nyugalom. Na, menj vissza és hozz festéket, hogy mielőbb befejezzük. Nozogj! Thank you.
fene maga? Mit akar itt? Azt hitte, soha többé nem lát. Hogy kerül maga ide? Azt mondták, meghalt. De itt van. Úgyhogy meg kell beszélnünk néhány dolgot. Akkor kellett volna, mielőtt meggyilkolta a szüleimet. Ha pénzt akar, van pénzem bőven. Odaadom mindet. És az visszahozza a szüleimet? Hagyja abba, hölgyem! A francba megöllek, te kurva! Tegyék le ide, és hívjanak egy kocsit. Két dolgot kell elintézned, mielőtt Thorn megérkezik. Találd meg a lányt, és tartsd az ügyet titokban. Nem akarok firkászokat. Mégis hogy a fenébe tartsam titokban? Fowler és Rice nem támad föl, de a mocskos múltad igen, ha nem kened el ezt az egész rohadt ügyet. Megértetted? Na, fenébe. Megpróbálom. Már mondtam Degörtnek. Nem láttam senki mást erre. Csak azt a nőt, aki az országúton ácsorgott. A sheriff ezt elfelejtette közölni velem. Hogy nézett ki? Hosszú, sötét haj. Polo farmer. A teste, mint a kőből faragták volna? Igen. Most, hogy így mondja... Kösz. Shadow Feather, anya. Shadow Feather. Hallottam már elsőre is, Delbert. Tudod, ha a melbőségük helyett az agybőségük szerint vennéd fel a titkárnőidet, most nem kéne ide jönnöm ebédidőben, hogy helyettük dolgozzam. Ah, megvan. Keresd ki az összefoglaló jelentést. Ah, 1979-ben kelt. Az összefoglaló jelentést. Tudsz várni egy pillanatot? Olyan türelmetlen vagy. Akár az apád. A türelmetlensége vitte sírba. Nem, a viszki vitte a sírba. A pueblók gyomra sosem bírta. Nézd meg a hátsó lapot. Ott találod a jellemzést. Végül is miről van szó? Halálra késeltek otthon egy indián házaspárt. A 12 éves lányokat börtönbe csukták. Te jó Isten! A vádat 4 tanú vallomására alapozták. 2 most halt meg. Megvan? Meg. Pillanat. Raya Shadow Feathert bűnösnek találták. Szándékos emberölésben, 1980. február 1-én. A büntetés letöltését a kolorádói női fegyház patronátusi részlegén kezdi meg. Mi az a patronátusi részleg? Így hívják az elmeosztályt. Raya katatóniás lett a soktól. Az ügyvéd mentségként hozta föl, de az ügyész szerint ez a rituáléval jár. Rituálé? Az anyja gyógyító volt, mágikus szertartást űzött. Hiszen ez egy angyali kislány. Istenem! Mama! Mi az? Mama, tedd le azokat a képeket! Hova ment? Bocs, Hed! Itt keresik le! Na, gyere! Miért nem engem ütsz pofon? Ah!
Örülök, hogy látlak, főnök. Igen? Én nem annyira. Degert még odakint? Keresi a lányt. Hívd vissza, csak tovább ront a dolgon. 50 emberrel kutatnak, csupán időkérdéssel. Minél több bunkot visz oda, annál több szájat kell befogni. Fowler és Rice már halott. Ha Degertöt leinted, hogy a búzsba oldod meg ezt a rohadt ügyet? Megoldjuk. Ők kicsodák? Vendégek. Ne haragudjon, de ez nevetséges. A puszta feltételezése is nevetséges annak, hogy él. Úgy tudom, hogy nem találták meg a holttestét. Azt a balesetet senki nem érte volna túl. Ott voltam, láttam a roncsot. Nem azért utaztam ennyit, hogy ezt megvitassuk. Szeretnék közelebbit tudni a lányról. Sajnálom. Tudja, az orvosi titoktartás kötelez. A páciens egy gyilkosságért ült. Maga meg titoktartással jön. Én letartóztatási parancsal. Szövetségi nyomozás akadályozása. Nos, mi legyen, doktornő? Nem mondták még, hogy pszichiátriai rendelőt nyithatna? Az anyám már említette. Halljam, hogy mit szeretne tudni. Milyennek látta először? Súlyos katatóniás volt. Kilátástalannak tűnt a helyzete. Meddig tartott ez? 5, talán 6 évig. Semmi remény. Szinte teljesen érzéketlennek tűnt a külvilággal szemben. Csupán egyetlen dolog érdekelte. Az istálló az udvar végében. Órákig is elácsorgott az ablakban, hogy megpillanthassa a lovakat. Végül megnyílt, de megmaradt a gyermeki kötődése az indián kultúrához. Eltéphetetlenül ragaszkodott hozzá. Nem beszélt a gyilkosságról? Soha. Valahányszor beszélni próbáltam róla. Kővé dermedt. Olyan volt, mint egy robot, míg el nem engedtem. Aztán elkezdte... megszállott módon a testét edzeni, nap mint nap, mintha ebbe menekült volna. Sorsfintora, minden erőfeszítésünk, ami a javát szolgálta, végül ellene fordult.
Hogy lehet? A felülvizsgáló bizottság elé állhatott. Mindannyian megdöbbentünk, mikor a büntetését 50 év szigorítottra változtatták. A kijelölt fegyházba tartó úton halt meg. Úgy érzem, nem hiszi, hogy bűnös. E falak között több száz gyilkos megfordult már. Ő nem tudott ölni. Képtelen lett volna rá. Hát most már nem így van. És vasfejű, mint az anyád. Hödzn, menj vissza oda, ahonnét jöttél. Várj csak! Én menjek vissza! Jobb lenne, ha te tűnnél el. Torn egy órája megérkezett. Mérget vehetsz rá, hogy átfésüli ezt a környéket. A helyieket hazaszólította. Idehozatott három bérgyilkos. Hogy találtál rám? Az apád mindig idehozott. Figyelj! Ha én megtaláltalak, akkor Torn embereinek sem okoz majd gondot. Jöjjenek! A mindenségi te lány! Hallgass rám! Gyere el a házamba! Már átkutatták, nem jönnek vissza, biztonságos hely! Rátér egy kiadós evés is. Erre járt. Szívem! Szívem! A kis Raja van itt. Eljött, hogy lásson. Raja! Kámova. Rá se ismersz, igaz? Már csak önmaga árnyéka. Ahogy minden egyéb a környéken, mióta beépítették. A földünkben már semmi nem terem. Az milyen üzem? Veszélyes hulladék megsemmisítésére épült. Isten verte politikai taposóakna. Mindenki ellenezte, de a szövetségi nyomozóknak nincs hatáskörük az indián földeken. Torn és bandája milliókat szakíthattak, ha keresztül viszik. Ehhez a törzsi tanács jóváhagyása kellett. De az apát hallani sem akart róla. Ezért gyilkolták meg őket. Ha tudtad, miért nem segítettél? Mégis hogyan? Nem volt semmi bizonyítékom.
Négy fedhetetlen fehér állampolgár szavával szemben mi esélye lehet egy indián lánynak? Fogalmat sincs, milyen befolyásos emberek. Pénzük, mint a pejva, ha kell, megvásárolják a törvényt. Valaki nem mond le a földjéről, puff, eltűnik. Miért nem harcoltatok? Azért, mert féltünk. Nem akartuk a te sorsodat. Az én sorsomat? Nézd meg magad! Te vagy az, aki börtönben él. Nézd csak rá! Inkább halljak meg méltósággal sem, hogy így kelljen élnem. Gordon Fowler tengerbiológus szerint a tornféle létesítmény nem fenyegeti a környezet élővilágát. A billió dolláros szerződést a Rice építkezési vállalatnak ítélte a Torn vállalatcsoport. Szóval azt mondja, jelenleg nem folyik vizsgálat? Nem, uram. Legalábbis a mi irodánk szerint a tornvállalat teljesen tiszta. Tiszta? És amit Arroyo kiderített? Hogy? Walter Arroyo. Az egyik átkozott ellenőrük. Úgy 3 éve eltűnt, senki nem tudja hová. Rémlik már? Ó, igen. Elnézését kérem. Ez még azelőtt történt, hogy ide kerültem. Olykor cserben hagyja az emlékezetem. Irid lemérte. Ha jól emlékszem, a Torn vállalat ellen felmerült panaszokkal foglalkozott. Mit kezdjünk a panaszokkal? Ha nincs rá nyomozati engedély. Rezervációs területen az indián tanácsnak kell felkérnie minket kárfelmérésre. Ez eddig nem történt meg. Az sem merült fel önben, hogy talán nyomást gyakorolnak rájuk? Csak azt tudom, hogy az indián nemzetiségek önrendelkezést követeltek, és meg is kapták. Szigorú utasításunk van, hogy ne avatkozzunk a saját ügyeikbe. Ez az utasítás csak 500 évet késett. Segfej. Itt járt. Csak néhány napja mehetett el. Egyedül? Öreg ló. Rövid, mély lépések. Nem lesz nehéz elkapni. Én mindenkit elkapok, te ökör. Ez minek? Neki. Ha visszajönne. Mit jelent? Ő majd tudja. De én nem. Mondd el. Azt, hogy hamarosan a holtak völgyébe száll. Arra bizony mérget lehetsz. Thank you.
Pontosan tudom, mi forog kockán. Nem hiszem, hogy tudod, Phil. Ma reggel elcsíptünk egy UPI sürgönyt. Valaki megint hírverésre készül. Elrendezem, nyugi. Ezt mondtad Arroyo esetében is, és hajszálom múlott, hogy kitálaljon. Nem kevés befolyásos kapcsolatomat vetettem latba, hogy simán menjen az ügyünk. Megakadályoztam a lány szabadlábra helyezését. Egy valamit tisztáznom kell veled. Az igazságszolgáltatás napirendre tűzi az újabb vizsgálatot. Miről beszélsz te most? Egyszerű. Csendes társ vagyok. Te irányítod a cég ügyeit. Ha kiderül az igazság, hát megrökönyödve állok előtte. És a biztosítóhoz fordulok. És engem megfeszítenek. A keresztények, így mondják. Minden jót, Phil. Hudsonnél járt. Hudsonnél járt a lány. Vallatják az öreget. Remélem szóra bírják. Ne hazudj a szemét! Megértette? Van egy jobb ötletem. Ne! Inkább vigyázz! Engem! Ez ő! Jó buli volt. Megtalálták. Halott? Gyakorlatilag az. Yeah.
most ment el Willis. Egyenesen hozzátudtad. Mit akar? Nem mondta. Csak azt, hogy legyek tanú. Elküldtem a francba. A srácommal átszúrottam az egyik gumiát, hogy időt nyerjetek. Csak indián földre terjed a hatásköre, érted? Persze, hogy értem. Ha ide belép, az birtokháborítás, világos? Larson egy időre kilép az éterből. Olykor húzós az élet. Régen jelentkeztél. Larson, válaszolja rohadt életben. Thorn most nem vevő a humorra. Úgyhogy nyisd ki azt a büdös pofádat és válaszolj. Thorn, te aljas szemét látom. Thorn, hallasz engem? Hello? Te következel. Kinyírta mindet. Csak nála van a rádió. Miért hallgatnak? És csak egy nő. Egy rongyos indián szuka. Bevontad Larsont. Nagy húzás! Szarik az egészben, nincs mit veszítsen! Bár én mentem volna. Most mit csinálsz? Befejezem. Hudsonnél látták, nyilván a tanya felé tart. Majd összefutunk. Utat spórolok neki. Miben segíthetek, fiú? Kiszállok. Attól tartok, ez lehetetlen. Figyelj, átküldök valakit. Egy órán belül ott lesz. Segít a végére járni. Nem kell, van emberem.
Számítok rád. Végig kell csinálnod. Azt mondtad, nem gond. Ha netán mégis kiszállnál, hidd el, megtalálunk. A South Channel irányító torony jelentkezik. Itt Thorn, kérem a gépem. Sajnálom, Mr. Thorn, a gépe egy órája felszállt, azt hittük. Thank you.
Anyád őrült volt. Azt hajtogatta, hogy a föld szent dolog. A föld pedig nem szentség, hanem pénz. A rajtatok múlik. Majd csak egy kunyhóban gubbasztanátok. Ostoba indián voltál. Köszönd nekem, hogy nem az vagy. Milyen csinos? Milyen szörnyű, amikor egy kislány megöli az apját. Ide nézz rám! Ne mosdulj. Meg ne tedd. Ide a fegyvert. Add ide.
Gondjai vannak az ipartelepen? Csupán néhány apróság. Szóra sem érdemes. Az, hogy a radioaktív szennyezőanyag a Colorado folyóba kerül, a nyugati terület vízellátása veszélybe kerülhet? Arroyo is rájött erre. Ezért ölette meg őt. Ne csináljon hülyeséget. A csekkfüzetemet veszem elő. Mennyit ér meg önnek, hogy leszáll az ügyről? Mindössze egy hullaszállítót, ami érted jön. Nézd, hogy is hívnak? Del, ez a neved, ugyebár? Del. Hadd magyarázzam el a szokványos tényállást. A legbefolyásosabb emberekkel állok üzleti kapcsolatban. Felfogod, mit jelent ez? Ha tovább játszod a zsarut, én kiszállok, és te nem kapsz semmit. Nem tudom. Ez beismerő vallomás volt. Ezt állított te? Meg egy pszichopata. Mit számít? Ahogy az ügyvédem mondja, nem tudsz rávenni, hogy elismerjem a bírák előtt. Okos gondolat, Phil. Köszönöm. Ha beviszlek, óvadék ellenében kiengednének. Egy év múlva pedig elejtenék a vádat. Csúfondáros helyzet. Hát még az milyen csúfondáros, ha ezt a nem bejelentett 25-öst az asztalodra rakom. Te megfognád, én önvédelemből lelőnélek. Már is igazságot tettem. Igen, ha volnék olyan ostoba, hogy megfogjam. Mert ha nem teszem, és te lelőnél, szándékos emberölés lenne. Az. De ahogy az ügyvéded mondta, nem tudna rávenni, hogy elismerjem a bírák előtt. Letartóztatta azt a szukát? Hé, hova az ördögbe megy félvér? Mit akar? Megfigyelő vagyok. Körülnézhetek? Thank you.
6 hónappal Ryan Shadow Feather rezervátumba való visszatérése után egy interparlamentáris bizottság visszavonta a Thorn vállalatcsoport működési engedélyét. 3 hónap múlva az ipartelepet lebontották, de az érintett köztisztviselőket az FBI tisztázta. A helyi kormányzatok a mai napig igyekeznek kijátszani a törvényt az indián fennhatóság alá tartozó földek kiaknázására. A radioaktív hulladék beláthatatlan méretekben fenyegeti a földi életet. Magyar hangok. Ősi Ildikó, Szabó Sipos Barnabás, Kőszegi Ákos, Sörös Sándor, Láng József, Maros Gábor, Szabó Éva, Tóth Judit, Széjes Imre, Úri István, Erkárpáti Péter, Zakariás Éva, Szőnyi Júli, Izsóf Vilmos, Schmidt Zoltán, Damoroland, Konc István, Volmut István, Holnándor, Kardos Gábor, Juhász György. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette. Devastation, death without dignity. Exploitation, death without dignity.